100%-os maradt hazai pályán a Fehérvár KC, miután a bajnokság harmadik fordulójában legyőzte a BS-ét. A fehérvári kézis hölgyeknek kellett is a jó eredmény az újonc ellen a váci vereség után. A meccs elején talán a túlzott bizonyítási vágy miatt több zicser is kimaradt hazai részről, nagyját éve ezzel a vendége kifjú kapusát, Hegyesi Mónikát. 15 perc után aztán belelendültek Tilingerék, és egy 11-2-es rohammal hamar eldöntötték a mérkőzést. A félidei 20-12 után a második 30 percben Pólódrup Jensen már bátran forgathatta csapatát, és a gerinc, valamint nyaksérülésből éppen felépülő Emberovics Mirán kívül mindenki lehetőséget kapott. A hazai szurkolóknak nem is kellett izgulniuk, az FKC magabiztos 38-24-es győzelmével immár 4 pontos az idei bajnokságban, melynek köszönhetően 3 fordulót követően negyedik a tabellán. Olyan hibákat vétettünk a játékban, főleg támadásban, kihagyott helyzetek tömkelegét, amivel fölhoztuk az ellenfelet. Ha megnézném a statisztikát, még nem néztem és nem számoltam meg, a 38 gólnak legalább az 50%-a az leindításból történt, tehát ez egyértelműen a mi kihagyott helyzeteink, a mi hibáinkból adódóan. Természetesen ez nem kisebbítve a Fehérvár védekezésének és kapus teljesítményének érdemét. Ma jól játszottunk, nagyon koncentráltunk, keményen dolgoztunk a sikerért, és ezt jó volt látni. Azt gondolom, eddig összességében jól teljesítettünk a bajnokságban. Természetesen a Vác elleni második félidőre ez nem igaz. Ott nem játszottunk jól, de azóta a lányok nagyon sokat és keményen dolgoztak. És ma megmutatták, hogy tudnak jól kézilabdázni, javulni, fejlődni. De az is igaz, hogy ma nem olyan erős csapattal találkoztunk, mint a Vác. A váci mérkőzések bizonyos pillanatait szerettük volna úgymond elfelejteni, és tényleg csak úgymond a jó dolgokat megőrizni belőle. És tovább lépni, és úgy gondolom, hogy ezen a mérkőzésen sikerült is. Az elején egy kicsit nehezen indultunk be az első negyed órába. Tudtuk, hogy igazából egy lelkes, fiatal csapat, akik futni, nagyon sokat fognak futni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy jól védekeztünk, és abból rengeteg lerohanásból tudtunk lőni. A Fehérvár KC legközelebb szeptember 29-én szombaton 19 órától a Veszprém vendégeként lép pályára.